tavasz köszöntő gálát F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a KUN szövetség elnöke és Abdrasob Zsabinek, a Kazak Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének köszöntője nyitotta meg. Egy olyan együttest hallhatunk, amely talán nagyon távolról jött, de amikor a zenéjüket hallgatjuk, felcsendül néhány ismerős dallam. Egy teljesen más világból, egy teljesen más hangszerelési stílusban, de én azt gondolom, hogy ha a koncertnek vége lesz, akkor ugyanolyan közel fogjuk érezni magunkhoz ezt az előadást. Nagy a távolság, de aki történelmet tanult, az tudja, hogy a magyarok és a kazakok, a magyarok és a kunok és a kazakok között kicsi a távolság. Nem kilométerben, hanem kultúrában, felfogásban, gondolkodásban. És hát nem véletlen, hogy egy távolról jött együttes itt Karcagon lép fel, hiszen persze Budapesten is fellép, de hát két főváros van, Magyarország fővárosa és a kunok fővárosa, ahol fel kell lépni egy ilyen együttesnek. Én kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát, élvezze ezt a különleges zenei hangzást, és élvezze azt, hogy valami olyanhoz jutunk most hozzá, ami nem mindennapi. Hiszen egy Karcagon egy kulturális esemény, egy koncert, az nem ritka dolog. Egy magas színvonalú kulturális zenei előadás nem ritka dolog. De nekünk megadatott, hogy egy kicsit különleges a világ más tájából, egy kicsit távolabbi vidékről hallhassunk zenét. Én kívánom azt, hogy mindenki érezze jól magát, és ezen a délutánon egy kicsit kerüljön közelebb hozzánk, ha nem kilométerben, hanem érzésben, lélekben Kazasztán. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Ezt követően az Arnau Etnofolk együttes adott ízelítőt a kazak zenéből. A csoport 2018-ban a Nyugat-Kazasztán megyei polgármesteri hivatal közreműködésével az Oral Városi Ifjúsági Alkotóközpont mellett jött létre. Tagjai a megye tehetséges fiatal zenészei, a művészeti vezető Mendigaliev Timur. Az együttes feladata a kazak népzene népszerűsítése külföldön. A vastaps után Kasszeinov Dűszen volt kazak kulturális miniszter megköszönte Szepesi Gyibor polgármesternek és F. Kovács Sándor képviselőnek is, hogy jó pár év után ma újra kazak népzenei együttes léphetett fel Karcagon. Arra kérte a jelenlévőket, vigyék tovább a mai nappal újrakezdett kazak-magyar kulturális hagyományápolást, és reményét fejezte ki, hogy még sok közös programot szerveznek együtt a jövőben. A koncert végén Fábián Péter, aki az első magyarországi tiszteletbeli konzul volt, a jelenlévők előtt felidézte, hogyan is került Karcagra 25 évvel ezelőtt a tiszteletbeli kazak konzulátus.